Összeült az urnazárást követően a Területi Választási Bizottság, a megyeházán tartott megbeszélésen, a megyei főjegyző nyújtott tájékoztatást a szavazás zavartalanságáról és eredményességéről. Örömmel jelenthetem, hogy Veszprém megyében a választás zavartalanul, rendkívüli esemény nélkül lefolyt. 19 órakor a szavazókörök bezártak, és jelen pillanatban folyik a szavazat szavazatszámlálás. A részvételi adatokról annyit érdemes tudni, hogy közel a 2010 évi adatok közül, a, körül alakult a részvétel. 39,27 százalékos volt a 17 óra 30 perces adatok szerint a megjelent választópolgárok polgárok százalékos aránya. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 296 ezer választópolgár közül közel 116 ezer polgár járult az urnák elé és adták le a szavazataikat. A szavazókörzetekben először a polgármesterekre leadott szavazatokat számolták össze, majd a képviselőkre adott voksok következtek. Így alakult ki hétfő hajnalra a végleges eredmény, melyet a bizottság, ha nem látja törvényi akadályát, akkor az esti órákig jóvá hagyja. A területi választási bizottság elnöke elmondta, nem éltek sem kifogással, sem fellebezéssel. A választópolgárok megtették a magukét, ugye elmentek annyian, amennyien elmentek a választásokról, mert kevesebb a, a résztvevők aránya, mint két évvel ezelőtt. Közel 40% ugye Veszprém megyében, ez megfelel nagyjából az országos átlagnak, a körül van. Nyugodtan zajlott a választás, egész nap ugye, bizottságnak nem kellett olyan, ügyel foglalkozni, amibe döntést kell volna hozni, a rendbontás, fennakadás nem történt, tehát rendben lezajlottak a választások. A területi választási eredmények azok később fognak beérkezni, a nemzetiségi eredmények szintén, ez váratlan a holnapi nap folyamán fog döntésre, előkészítésre megérkezni, és utána fog a bizottság valószínűleg hónap délután este felé döntést hozni ezekben a kérdésekben. Veszprém megyei jogú városban 35,96 os volt a részvételi arány. A polgármesteri székért öt jelölt indult. A szavazatok 53,89 százalékával ismét Porga Gyula a Fidesz-KDNP színeiben kapott felhatalmazást a megyeszékhely helyvezetésére. A megyei önkormányzat listáján megszerezhető 17 mandátumból, egyet szerzett meg a DK, hármat az MSP. Szintén három képviselői helyet nyert el a jobbik Magyarországért mozgalom, és tíz mandátumot kapott a választók jóvoltából a Fidesz KDNP.